balettintet végeztem 1975-ben, és szerencsére volt alkalmam találkozni Kalóz Zoltánnal is. Még fiatalon ott megnézte a vizsgáinkat, és meg is hívott Erdélybe. Még 17 éves voltam, és az egyik nyáron fogtam egy hátizsákot, és szüleimet becserkészve elindultam egyedül. Megkerestem Kolozsváron Kalóz Zoltánt, kiutaztam Mérába és Vistába. Egy fiatal táncos először videó vagy filmeken találkozik ezekkel a helyszínekkel. Nekem volt alkalom számtalanszor lakodalmak alkalmával, táncalkalmakat táncházban keresztelők, jumérésen, kalotaszegi táncos alkalmakkor kimenni a hegyre fiúkkal, és hát tulajdonképpen látni a templom előtti kalotaszegi legényest, amikor ott táncolnak kurázsira a táncosok. Ez egy csodálatos élmény volt. Nagyon fiatal korunk óta gyűjtünk a férjemmel Erdélyben. Mindig nagy élmény volt, csodálatos egy kalotaszegi cifra, szóval lenyűgöző. Csodálatos a széki viseletnek az egyszerűsége, a kalotaszegi viseletnek a túlburjánzása, minden gyönyörű. De az ottani emberekkel beszélgetni, mégiscsak az a legnagyobb élmény. Kedvenc adatközlünk volt, akitől mi a páros táncot tanultuk, úgy az volt a veszem, hogy Hannya Józsi bácsi szabadon idézte Ady Endrét, de nem csak Ady Endrét, Nagy Lászlót is. Az egész kalotaszegi kultúra az csodálatos táncban, ez a királya magyar táncoknak. Ennek az improvizált táncolása sok gyakorlást igényel, nagyon sok figurát kell megtanulni, ezt a figurát egy rendszerbe kell sorba állítani. Ez a pont, ez egy bekezdőből, egy gerinc figurából, tehát két gerinc figurából, és egy záró figurából áll, ezt kell zenére elhelyezni. Ez körülbelül 8 másodpercnyi időpont, és nagyon szalad, pörög az idő, amikor az ember táncolja, tehát az adrenalin teljesen csúcsra járatódik. A hölgyek nézik ezt, gyönyörű ruhába csúlyogatnak, körbe forognak és sifitelnek, boldogan élvezik a férfiak táncát. Érdekes módon a nők nagyon jól tudják kritizálni ezt a táncot, mert nagyon jól tudják mondani, hogy ki a jó táncos, ki a legjobb táncos. Egy jó táncos, az jó feleséget kap, gazdag, vagy jó feleséget kapott a régi időkben is. Mai napig is egy jó táncos, az jó fizikai állapotban van, szerintem az agya is a helyén van, tehát a gondolkodása is helyén van, és egy jó táncos, az jó pár. Tehát az egy jó partner lehet, akár egy jó házassághoz. Kalotaszegi férfiak olyan, tényleg olyan szép szál emberek, ott a tőtszegi család, mindenki olyan magas férfi. Van egy történet, hogy Kalotaszegről jöttek ezek a magas kalotaszegi férfiak, és találkoztak Kodály Zoltánnal. És a beszélgetés végén azt mondta nekik Kodály Zoltán, hogy csak a magasságukból ne veszítsenek soha. A kalotaszegi viselet az egyik leggyönyörűbb viseletünk. Üzenetet hordoznak ezek a minták, üzenetet hordoznak a viseletnek a felvétele, hogy hogyan veszi föl. Kendőt köt, akkor már asszony. Úgy köti a kendőjét, akkor már idősebb asszony. Fiatal asszony, akkor még másképp mást visel. A lányok akkor hordhatnak még pártát. Tehát van egy csomó olyan törvényszerűsége a kalotaszegi viseletnek, amit nagyon nagy utánajárással, nagyon nagy szakértelemmel lehet csak ebbe belemenni. Igyekeztem a legfontosabb néprajzi hitelességgel felöltöztetni a táncosainkat ebben a műsorban is. Remélem sikerült, és megpróbáljuk mi is a színpadon még ezt az élő hagyományt is hitelesen bemutatni.